Ha Excelben grafikonokat akarunk létrehozni, négy lépésen kell végighaladnunk. Először is el kell döntenünk, hogy az adott adatok, összefüggések e, megjelenítésére milyen diagramtípus, milyen grafikon típus a legmegfelelőbb. Ugye erről már beszéltünk, amikor megbeszéltük azt, hogy a különböző mérési szintű változók és különböző e, megjelenítendő információkhoz melyik diagramtípus illeszkedik a legjobban. Ha eldöntötted azt, hogy milyen diagramtípust szeretnél használni, akkor fontos az, hogy az adataidat úgy rendezd el, ahogy az, az adott diagramtípusnak a legmegfelelőbb. Ez egyrésztről azt is jelenti, hogy sokszor már előre összegezned kell az adatokat, tehát mondjuk egy oszlopdiagramhoz nem a nyers adatokat fogod Excelben felhasználni, hanem már összegzett adatokat, gyakoriságadatokat, átlagokat, szórásokat. Nagyon kevés olyan diagramtípus, van, ami a nyers adatokkal dolgozik, ilyen például a pontdiagram. Ezen kívül azt is jelenti ez a felhasznált adatok előzetes feldolgozása, hogy nem mindegy, hogy hogyan vannak ezek az adatok megszerkesztve. Például egészen más diagramtípushoz típushoz vezet, hogyha az adataidat így, ilyen felsorlásszerűen szerkeszted meg, mint hogyha az adataidat ilyen keresztábla szerűen szerkeszted meg. Maga az információ ugyanaz, mind a kettő táblában. Le tudjuk olvasni azt, hogy a a kontroll férfi 25, kontroll nő 27 volt a mintában. Itt is le tudom olvasni, hogy kontroll férfi 25, kontroll nő 27 volt a mintában, ASD férfi 20, ASD nő 28, ASD férfi 20, ASD nő 28, tehát ugyanaz az információ mind a kép táblázatban, de látni fogjuk majd, hogy ha az egyik vagy másik táblázathoz szeretnél Excelben diagramot beszúrni, akkor másfajta diagram típust, más hogy kialakított diagramtípust fog az Excel alapvetően felajánlani. Aztán, hogyha sikerült beszúrni a diagramot, hát amit az Excel alapból beszúr, az még messze van a tökéletestől. Ezért kell rá különböző diagram összetevőket tenni, fogunk ezekről is beszélni, megnézzük, hol lehet elérni az X tengely címkéjét, vagy az Y tengely skálázását, hol lehet a tengelyeket elnevezni, hol lehet értékeket felhelyezni, jelmagyarázatot felhelyezni, hol lehet hibasávokat felhelyezni, végig fogunk haladni azt, hogy egy-egy diagramra milyen diagram összetevők helyezkedhetők fel, és a különböző diagram típusoknál részben különbözik az, hogy milyen diagram összetevők elérhetőek. Végül, hogyha felhelyeztük ezeket a diagram összetevőket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a diagramjainkat, az olvasóink helyesen leképesek legyenek olvasni, akkor utána ezeket a diagramokat még formázni kell. Be kell állítani a betűméreteket, a skálázásokat, ki kell választani azt, hogy a diagramon a különböző kategóriákat milyen színjelője, milyen szélesek legyenek az oszlopok, milyen nagyok legyenek egy pontdiagramon a pontok, rengeteg beállítási lehetőség közül választhatunk még, és ennek a végeredménye lesz, a végeredményei lesznek azok a szép és jól rendezett diagramok, amiket egyébként Excel-lel létre lehet hozni. Az Excel szabad kezet ad nagyon sok szempontból a, a, arra, hogy hogyan szerkeszted meg a diagramjaidat. És igazából csak is rajtad múlik az, hogy a diagramjaidat hagyod, hogy szedetvedettek legyenek, vagy azokból valami szép és meggyőzőt hozol el létre. A diagram típusairól beszéltünk már, úgyhogy a következő videó részben arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell az adatainkat úgy összeszerkeszteni, hogy azokhoz tényleg olyan formátumú diagramot tudjunk kikérni, amelyiket elképzeltünk.